Németország, Anglia, Franciaország és Spanyolország. Ezek a legkedveltebb uticéljai a helyi kar külföldi ösztöndíjra pályázó hallgatóinak. Az Erasmus Plus lehetőséggel a felsőoktatásban tanulók és a szakmai gyakorlat előtt álló hallgatók élhetnek. A külföldre jelentkező egyetemisták akár egy egész tanévet is kintölthetnek a kiválasztott ország intézményében a szakuknak megfelelően. Általában 2-től 12 hónapig mehetnek külföldre, és ennek keretében Egyetemi hallgatók külföldön szakmai gyakorlatot szerezhetnek, tehát cégekhez mehetnek el dolgozni, munkatapasztalatot szerezni kicsit nyelvet tanulni, vagy felsőoktatási intézménybe tanulhatnak, és ezeket a krediteket itthon, ugyanúgy, mint hogyha itthon végezték volna, gyakorlatilag el is ismerjük. Tehát ugyanazokat a jegyeket, amiket külföldön megszereztek, azokat a krediteket át is tudják hozni, és a projektnek az is a lényege, hogy ez anyagi támogatást is nyújtunk. Hogy mekkora összeget kap a hallgató, az a kiválasztott helyszíntől függ. Havonta körülbelül 400-600 eurót kapnak. A helyi kar még a saját ösztöndíjával is hozzájárul a hallgató tapasztalatszerzéséhez, amennyiben a tanuló az itthoni tanulmányai során jogosult volt rá. A szociálisan rászorulók pedig további 100 euró támogatást igényelhetnek. Tatárvári Károly nyáron végezte el a szakmai gyakorlatát Bécsben. A PHD hallgató szerint az intézményben szerzett tapasztalatai nagy mértékben segítik a közelgő doktori diszertáció megírásában. Emellett a diplomája megszerzése után nagy előnye lehet az álláskeresésnél is. Nyilván a nyelvtudás az sokat jelent az elhelyezkedés során, illetve mindenféleképpen úgy gondolom, hogy akár itthon, akár külföldön ez az önéletrajzban egy pluszt jelenthet mindenféleképpen, hiszen az adott illető, aki ilyen programban részt vesz, az egyértelműen bizonyítja azt, akár a leendő munkavállalók felé is, hogy egyrészt képes arra, hogy alkalmazkodjon számára nem feltétlenül komfortos szituációkhoz, illetve egy teljesen ismeretlen közegbe is be tud illeszkedni. Mivel az agrárképzés gyakorlati igényes, ezért a helyi karról főként a szakmai gyakorlatot töltik külföldön a hallgatók. Évente mintegy húsz tanuló pályázik a határon túli kötelező gyakorlati helyekre. Körülbelül öten pedig egy általuk kiválasztott ország egyetemén folytatják tanulmányaikat. Ebben az esetben a hallgatók három hónaptól akár egy évet is kintölthetnek a külföldi egyetemen.